Üdvözlök mindenkit, ez a Kortalan Podcast. Mai téma kettőbeles, a témám Kerekes Ferenc, és Ferencre fogunk beszélgetni a kettőbelről, meg gírjáról, meg versenyzésről, meg egyebekről. Elég régóta ismerjük egymást, de azért azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mivel foglalkozó, segíts egy picit megérteni, hogy milyen minőségedben vagy itt. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Ferenc vagyok. Kettőbelezéssel, hát azt hiszem, ha jól emlékszem, Péter, 15 éve ismerkedtem meg az általad, te általad vezetett képzésem. Azon időszakhoz képest, 2010, időszakkal nem vagyok teljesen tisztában, kb. 14 éve foglalkozom edzéstartással, ez csak kifejezetten ez a kettlebell, ez a fitness kettlebell, tehát ketté választanám majd a fitness kettlebellt, és majd a versenygírját, tehát a fitness kettlebellel 14 éve foglalkozom, van egy klubom bent, lent Székesfehérváron, a versenysporttal pedig olyan kb. 10 éve foglalkozom. Edzéseket is tartok, meg aktív versenyző is vagyok. És hát nyilván vannak különféle versenyszervezéssel, vagy versenyzőket tömörítő nemzetközi és hazai szervezetek. Igen. A tiétek az melyik? Hát az a tiétek, ez most így múlt időben él, szerintem erről nem tudtál, most tájékoztatok erre. Én kb. 2 éve lemondtam a szakmai vezetőségről, mert olyan dolgok történtek itt a szövetségnél, amivel nem tudtam együtt dolgozni, tehát én nem voltam kompatibilis ezzel a rendszerrel, és úgy gondoltam, hogy hiába szeretem ezt a sportot, a szeretetemmel nem akartam megfojtani, és úgy gondoltam, hogy elengedem. Megpróbáltam, hogyha így elengedve, hogy mit fognak tudni ezzel tovább csinálni az emberek. Tehát most már nem vagyok a szakmai vezetője, 2 évig voltam szakmai alelnöke a szövetségnek, most már nem vagyok az. Ugye azok, akik mondjuk nevezzük őket laikusoknak, tehát a többség, aki a kettlebellt látja, ismeri, mondjuk használja, azok nem is tudják többnyire, hogy itt alapvetően két külön stílusról beszélünk. Ha most nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, ugye az egyiket úgy hívta, hogy fitness kettlebell, a másik pedig a verseny, mondjuk gírboly sport, sokféle neve van. Az eszköz az hasonló, de nem ugyanaz nagyon sokszor. Majd erről is mindjárt fogunk majd beszélni egy picit. És ugye azt mondhatjuk, hogy nagyjából az, amit ma úgy ismerünk, hogy fitness kettőben, az leginkább ugye a Pavel Tatulinhoz köthető nevezett kemény stílus vagy hardstyle kettőben, ami különféle neveken fut, RKC, Strong First és társai. Te ezen voltál, ezen a képzésen voltál, akkor még ugye Russian Kettlebell Challenge-nek hívták, ez jó régen volt. És... Tessék? Az nagyon régen volt, igen. Ez nagyon régen volt, és akkor ugye az, amit mondjuk, aki ebben a stílusban jeleskedik, az nem feltétlenül tudja azt, hogy van egy versenysportja ennek, ami egy elképesztően komoly atleticizmust igénylő sport. Ez egy picit mutass be nekünk azoknak, akik mondjuk ezt nem ismerik. Jó, tehát a két irányzat között megpróbálom leegyszerűsítve magyarázni. Van a hardstyle kettlebell, amit az RKC vagy a Strong First képvisel. Ott a golyónak az átmérője, súlya, a fogantyúja mindig változik. Egy verseny kettlebellnél a standardet van felállítva, mindegyik súlynak a kerülete egy 32 kg súlynak felel meg. A nyílnek a vastagsága is meg van határozva. Ezt azért találták ki, hogyha valaki elkezdi, nyilván kisebb súlya kezdi az edzéseket, az idő múlásával, hogy hozzáerősödik, akkor a technikai, amit felépített, az ne csúszson szét, nem csak erőben kelljen, hanem ki hozzá erősödni a súlyhoz. Ez az egyik része. A másik, hogy itt gyakorlatilag ezt mi szoktuk mondani, vagy leegyszerűsítve, hogy ez egy erőálló képességi súlyemelés gyakorlatilag, mert a súlyemelés számaiból vették ezt annak idején jó pár évtizede át az orosz sportolók, és ezt fejlesztették ki. Ez úgy néz ki, hogy van egy, most már ennek is van 3 ága gyakorlatilag. Van egy tradicionálság, amit én képviselek,
hogy mi képviselünk még egy páran az országba, ez a kevesebb. Ez azt jelenti, hogy itt 10 percet kell dolgozni, a dupla súlyjal, igen, 10 percet dupla súlyjal. Ez itt a leghangsúlyosabb, ez az, hogy dupla súlyjal kell dolgoznod. Van egy olyan szakág, ami a maraton szakág, ott egy súlyjal dolgozol, viszont 30, illetve 60 percet kell dolgozni. És van egy ilyen, speciálisabb ág, ez pedig azt jelenti, hogy 10 percet kell dolgozni korlátlan kézcserével, és egy súlya, az, ami nagyon lényeges, hogy egy súlya. És gyakorlatilag azért hozták létre az én megítélésem szempontból a világszövetségek, mert népszerűsíteni akarták a sportot, illetve azt szerették volna, hogy minél több embert ez eljusson. Ez sikerült is gyakorlatilag, és egyre többen fogják ezt a sportot csinálni, de egyre többen csinálják is már Magyarországon is. Csak, nem a tradicionális részt, hanem ezt a, úgymond ezt a 10 perces könnyített részt csinálják. Az neked mondjuk technikailag mekkora váltás volt, hogy a hardstyle-ból átléptél a verseny irányába? Hát ez teljesen más, teljesen. Az égés volt. Tehát az arra viszont nagyon-nagyon-nagyon jó volt, hogy az alap dolgokat megtanuljam, megerősödjön. A szallagok megerősödtek, az izmok megerősödtek hozzá, a keringésem megerősödött. Egy jó alapot adott hozzá. Én azt vettem észre, hogy ugye foglalkozott versenyfelkészítéssel is, és ugye, hogy nekünk az alap a klubban nagyon-nagyon sok ketlebeles jár, és a ketlebeles csoportból választunk ki, én választom ki, nem úgy van, hogy a jelentkezéskor te nagyon versenyző akarsz lenni, én kiválasztom a megfelelő embereket, és onnan sokkal könnyebb átlépnünk abból a stílusból erre, mint hogyha utcáról valaki beesik, és onnan kell nekem nullából megtanítanom. Tehát egy jó alapot ad neki, de teljesen más stílus, tehát abszolút. Itt nagyon fontos, hogy a minél energiahatékonyabban kell nekem végrehajtanom a gyakorlatokat, így nincsen annyi préselés, nincs minél kevesebb izommunka, mivel 10 percet kell nekem végig dolgozni. Ugye a háztágban meg ugye gyakorlatilag le lehet rakni a súlyt. Ha jól emlékszem, még a vizsgán is úgy volt annó, hogy 24 kiló kellett azt 100-at csinálni, és le lehetett rakni. Itt nyilván, ha lerakod, akkor az a szettet végét jelenti. Tehát itt nyilván nagyon... a szakításról beszélünk, ami ilyen balisztikus gyakorlat, megint a laikusok kedvéért mondom ezt, hogy ez egy, hát izmot és tüdőt próbáló gyakorlat, akárhogy nézzük, tehát ha lerakhatod, ha nem, csak nyilván a versenyszabályzatban nem rakhatod le, ami azért erőteljesen nehezít, és ugye itt ezért mondtad azt, hogy a hatékonyságot máshogy mérjük, hiszen mondjuk a sportstílusban a hatékonyság az azt jelenti, hogy te energiát próbálsz konzerválni hosszú távon, ennek megfelelően a külső szemlélő részére teljesen más technikát fogunk látni, mint a hardstyle-nál, és ez lenne egy nagyon fontos szerintem, hogy az emberek értsék, hogy miközben két külön stílusról beszélünk, itt nem arról beszélünk, hogy ez rossz vagy jobb, hanem arról beszélünk, hogy más célt szolgál az egyik és a másik. Ezt hogy látod? Abszolút így van, tehát mind a kettőnek helye van, csak nem attól, hogy minden egyes ciklusban használjuk. Nyilván, hogy minden versenysportnál a versenysport részlet nem az egészségről szól. Tehát egy nagyobb súlynál, mondjuk egy 25-32 kilónál, vagy jellemző inkább 32 kilónál, nem feltétlenül az egészségi szór. A fitness kettlebelt azt gyakorlatilag a civilek is tudják használni, vagy tudják az edzésrendszerükbe beépíteni. A verseny kettlebell nem való mindenkinek, abszolút nem való mindenkinek. Ki ebbe akarja csinálni, komoly sérüléseket tud okozni magának. Ez egy nagyon fontos rész. És hogyha a külső szemlélő azt látja, hogy milyen lágyan csinálja az ember ezeket a gyakorlatokat. Gyakorlatilag az a cél nekem, tehát a versenyzőknek, hogy a lágyságot, a lazaságot, a könnyedséget, azt minél tovább fent tudjam tartani, akár 10 percen keresztül. Nyilván 10 percen keresztül nem fogom tudni fenntartani, de nekem ez a célom, hogy minél tovább fent tudjam tartani ezt a lazaságot. Egy idő után már nem fog tudom fenntartani, de ezt nekem nagyon-nagyon ki kell tolnom, mert különben nem tudom végigcsinálni a 10 percet. Ez egy nagyon fontos rész, hogy azt végig kell tudom csinálni, de azt csak lazán tudom megcsinálni.
Mi az, ami egyébként az elején, tehát a kezdetekben megfogott a kettőbellel történő edzés? Hát ugye, amikor megismerkedtem, akkor csak fitness kettlebell volt az RKC kettlebell. Hát ez nagyon, az még régebben vissza kell menni, akkor még a Ronald Reagan volt az elnök, akkor én ipari tanuló voltam, és akkor még itt voltak elszállásolva az orosz katonák, és egy laktanyába végeztünk ilyen felújításokat, és akkor én minden fiatal, ha jól emlékszem, akkor te is, testépítéssel foglalkoztam a pincékbe. És mondtam a mesternek, hogy szóljon már valami tisztnek, hogy vigyenek le a konditerembe. És akkor lentek a konditerembe, vártam, hogy valami ilyen hegesztett képek, tárcsák legyenek lent, és akkor mondtam, hogy meg, jó, megnézem, megszakítottam. Lementünk, és akkor nézzük, ez a terem, nem? Mit ezek a manók, ezek a golyók voltak, le voltak rakva a sarokba, volt húzóckodó, meg ilyen golyók. Nem, azt látom, hogy milyen ilyeség. Tehát én igazából akkor találkoztam vele először, de 15 éves voltam, az 35 éve találkoztam először, de akkor nem fogott meg. Gyakorlatilag nem is lehetett itt Magyarországról erről hallani. És utána akkor megjelent a Sassoulinak a könyve, én ezt elolvastam, és akkor kaptam ehhez kell. Tehát akkor edzettem azt hiszem egy évig, vagy 2 évig, és utána mertem jelentkezni az edzőképzőre hozzátok. Ez fontos kiemelni, hogy nem az volt, hogy elolvastam, és már másnap jelentkeztem, tehát hagytam időt, meg munkát raktam bele, azért, hogy én el tudjak menni oda. Alázatot, meg munkát, ami nagyon fontos. És így ismerkedtem meg nálatok. Ugye látjuk, hogy nagyon sok helyen használják, mert ez a fitness kettőben is egy ilyen nagy halmaz, hiszen használják ezt a crossfitben, használják egyébként olyan köredzésekben, ahol előkerül a kettőbell, és hogyha mondjuk te vagy én látnánk, hogy mi történik ott, akkor lehet, hogy elcsodálkoznánk, finoman szólva. Én ezt nem nézem. Én úgy oldom meg, ezt nem nézem. Mondom, hogy ha látnánk egy ilyet, akkor nyilvánvalóan hát legalábbis összevonnánk a szemöldökünket, de hogy mennyire látod azt, hogy mondjuk maga a módszertan az egyre bármelyik rendszert nézzük, hiszen mind a kettőre ráláttál. Mennyire látod azt, hogy most már nagyon jól ki van dolgozva, és gyakorlatilag a szakemberképzés az talán elég szakember tett a piacra, hogy mondjuk ezt meg lehet tanulni úgy is, hogy minimális rizikóval. Hát nekem vegyesek erre a tapasztalataim. Úgy gondolom, hogy mivel annyira egyszerűen tűnik, ezért sok edző azt mondja, hogy ezt én egyszer megnézem a YouTube-on, és akkor megtanulom. Nekem ez a tapasztalatom. Összefüggésében nem látják az egész rendszer. Nyilván, ha van egy edzői képesítésem, akkor azért valamit az edzésről tudok, és akkor azt úgy gondolom, hogy ezt én már ezt is fogom tudni. De ezért ez nem így van. Tehát itt visszakanyarodom, hogy már megint magamat ismételem, az alázatról, tehát hogyha valamit meg akarsz tanulni, akkor igen, mennyi tegyél bele időt, energiát, és utána lesz valaminek a mestere, vagy rá, nem is kell, hogy mestere legyen, de próbáld meg, hogy a mestere akarsz lenni, utána oktassad. Az az elképzelés, mert sokan azt gondolják, hogy ez egy borzasztó unalmas történet, mert hogy egy négyzetméterről beszélünk, hát hogyha török felállást veszünk, akkor mondjuk kettő. De hogy nem tűnik olyan túlságosan izgalmasnak maga az edzés, hogy ezt te hogy látod, hogy mi az, ami neked izgalmassá teszi, vagy a versenyzőidnek izgalmassá teszi ezt az egészet? Hát, ha ketté választom ezt is, a fitness kettlebell része az valóban így működik, és azt egy civil embernek, aki edzeni akar lejönni, illetve neki az nem csak edzés, hanem neki rekreáció is, tehát jó is akarja érezni magát, valóban kevés neki egy idő után a kettlebell gyakorlatot. Mivel mi egy funkcionális edzőterem is vagyunk, a Torfehérvár, ezért már egy picit úgymond ilyen hibrid edzések is vannak, tehát nyitottunk már a funkcionális edzés részére is, tehát használunk olyan eszközöket is, más eszközöket is bevonunk, de az alap koncepció az mindenképpen a kettlebell, mert a kettlebell az, amit egy utcáról bejött ember, aki 30 éve nem tornázott, sokkal egyszerűbben el tudja sajátítani, kisebb a rizikó, hogy lesérül. És mint egy edzőnek mindig mérlegelnem kell, hogy nekem mennyi a kockázat, és mennyi a nyereség.
és inkább a nyereség irányába megyünk, és nem kockáztatunk. Tehát a kettlebben így van beintegrálva nálunk az edzésekbe. A versenygír az annyira speciális, ott nem azért jön le az edző, vagy nem azért kell lejönni a versenyzőnek, hogy jól érezze magát, itt erős motiváltságot kell, hogy érezzem, mert a versenygírja az valami brutál maraton, az valami nagyon-nagyon-nagyon maraton. Tehát ott igazából talán az egyik legfontosabb, hogy a monotipás tűrése az nagyon magas legyen a versenyzőnek. Nagyon sok tehetséges versenyző van, lejön, nálunk úgy van, hogy egy hónap ilyen próbaidő van, ezt azért találtam ki, hogy ne legyen túl presszionálva a versenyző, egy hónapon belül ő is azt mondhatja, hogy köszönöm szépen neki, nem jó, én is azt tudom mondani, hogy figyelj, ez nem neked való, én nem szeretném, hogy csinálni, és ő is ezt, hogy ő is nyugodtan felén is tudja ezt jelezni. Mert hiába tehetséges, hiába van az állóképesség, a mobilitás, a minden rendelkezésre, hanem bírja a monotipást, akkor nem fogja tudni ezt csinálni. Ez nagyon-nagyon-nagyon maraton sport. Mondtad az előbb, és afelől átsiklottam, hogy te választod ki azt, akit te versenyzőnek alkalmasnak találsz. Mi alapján választod ki? Tehát jár hozzád egy ideje, világos. Az muszáj, az muszáj. Tehát van köztetek már egy edző, tanítvány és egy emberi kapcsolat is nyilván, hiszen bele több időt fogsz eltölteni. Szóval mik azok a sarokpontok, amikre figyelsz? Ez nagyon jó, hogy mondtad itt az emberi kapcsolatot, az muszáj, hogy a kémia is működjön. Tehát volt már olyan megkeresés, hogy akivel én nem akartam együtt dolgozni. Ez nagyon fontos. Az emberi része az nekem, nem azt mondom, mindennél fontosabb, de az nagyon-nagyon fontos. Tehát ott az nem stimmel, hiába vagy tehetséges, hiába vagy jó, nem fogok tudni vele dolgozni. Nekem az emberi része az nagyon, legalább ugyanolyan fontos. Gyakorlatilag ez, hogy eltöltesz mondjuk nálam egy-két évet, akkor már látom benned, hogy milyen ember vagy. Egy picit közelebb kerültünk egymáshoz, látom, ha egy kicsit van benned ambíció, tehetség, és akkor én ezt meg gyorsan fel tudom mérni, hogy ez. Meg, utána jön a próbaidő, azt gyorsan fel tudom mérni, hogy te szeretnél, vagy akarsz-e a próbaidőben részt venni, vagy nem akarsz részt venni a próbaidőben. Sokan visszautasítják, bocsánat, sokan visszautasítják. Nagyon sok olyan tehetséges versenyzőm lenne, aki meg túl monoton, ez a legelén is elmondom, hogy ez nagyon-nagyon monoton, nem fog tetszeni minden részt, és inkább őszinte leszek, és nem akarok egy fél évet elrabolni az idejéből, hogy most utána megmondja az egészet. Csak én presszionálom már, ez egy nagyon-nagyon fontos. Ha akarod, akkor én minden támogatást megadok hozzá. De azt neked kell akarni, én nem akarom jobban, mint te. Amiket mondasz, az nekem nagyon arra hajaz, hogy valamilyen küzdősport, vagy inkább azt mondanám, harcművészet háttered is van. Valami is, igen. De az ilyen nagyon-nagyon elenyésző. Az, ami valószínű, hogy neked ez így vissza tetszik, vagy hát emlékeztet valamire, mi körülbelül egy idősek vagyunk, mi már B-oldalon vagyunk, ha jól emlékszem, mert is, igen, azt mondom, én már én 50 fölötti vagyok. 54 vagyok, igen. Aha. Akkor jó, én 50. És hát én így szocializálódtam gyerekkoromban. Tehát ha lementünk az edzésre, bementem, beálltam a sor végére, és akkor ott rohangáltam úgy, mint a többi gyerek. Judo edzésre rohangáltunk, mentem előrébb, ott voltam még, akkor a edzőbácsi megjelezte a nevet, akkor már nagyon boldogság volt, hogy úristen, de tudja az edzőbácsi nevet. Ilyen hierarchikus rendszerben nőttem fel, nyilván a maga küzdősport résznél is, maga sima edzésnél is nálunk így volt, tehát állat is gondolom így volt. Tornaórán, mai napig emlékszem az általános iskolás tornatanáromra, marásztanárúra, bejött olyan vigyázba át mindenki, mint a szög. És nekem utána nyilván jött a katonaság, az egy nagyon nagy élmény volt, én azt nagyon szerettem, én kiképző is voltam, én azt nagyon-nagyon éltem azt a részét. De akkor mindig úgy nőttem fel, hogy volt valami férfi kép előttem, hogy milyen férfi szeretnék lenni. Gyakorlatilag ez mindig úgy volt, hogy az edzőket tudtam kiválasztani, vagy a tanárt, amikor is a tornatanárt, a marász tanárul, 30, nem több is volt, 35 éve. Milyen érdekes, nem voltam Tatán, és futott velem a tanár úr a Tatai tónál. Csak olyan szürális volt, hogy fut velem, szóval de ismerős ez a bácsi, de ismerős ez a bácsi. Elfut mellettem, hát mondom, az biztos az, biztos. De nem, már, hogy lehetne már az? És tényleg ő volt az. Tehát ennyi év után is még ott fut, tehát ilyen
ennyire beleégett az agyamba az a tanár úr, és én nekem ezeket az értékrendeket, amit én megtanultam gyerekként, én ezeket szeretem továbbvinni a mostani, nem szóval gyerekeknek, de a gyerekeknek is, mert foglalkozom gyerekekkel, kézilabdás gyerekek járnak hozzám edzeni, és én ezeket az elveket, amit nekem átadtak, én úgy érzem, ezeket nekem át kell tudjam adni. Mert ha mi nem adjuk át, beszéltek talán a tenevedbe is, akkor ez a vonal ez meg fog szakadni, és ez egy óriási űr lesz majd a későbbiekben. Azt nem érzed úgy néha, mielőtt beszélgettünk annól személyesen, de akkor ezt vigyük ki ezt a beszélgetést a publikum elé, hogy valahogy nekem az volt az érzésem, hogy van ilyen két tábor, ugye akkor ez a hard style meg a soft style, vagy a verseny és a fitness, most mindegy, és ennek a képviselői nem feltétlenül a magas szinten, de úgy általában valamiért nem szeretik egymást, vagy faragják egymást mondjuk internetes fórumokon, miközben ennek igazából semmilyen előnyét én nem láttam sosem, és mondjuk az, aki a szervezetek tetején volt, azok sosem éltek ezekkel a egymás faragásával. Ezt te hogy láttad? Hát ez így van, de nem kell nagyon messzire menni, tehát más sportban is ugyanez van. Más sportban is ugyanez van. Én úgy gondolom, harcművészetekben, mint nyilván abban te jelesen képviselet, ott is szerintem ugyanez van, ott sincsen ilyen összetartás. Nem tudom, hogy ez egy mennyire magyar specialitás, de ott sincsen összetartás, mindig van ez valamilyen irányba széthúzásokat tapasztalok, ezt én is láttam. Nyilván azért nem vagyok már a szakmai alelnök, mert én is ezt tapasztaltam, és ebben én nem kívánok részt venni. Mi az, ami, tereljük át a szót egy kicsit a versenyre, hiszen abban vagy ugye szakértő. Nagyon szépen átterelted, hogy ne folytassuk ezt a beszélgetést, ezt Nem, a mert nem részt. akarom, hogy neked is kellemetlen legyen, nekem engem nem zavar, Hát csak... felvállalom, mert ezzel kapcsolatos is lenne egy-két dolog, amit szeretnék majd mondani. Én felvállalom. Oké, hát mondjuk vegyük egy verseny felkészülést. Körülbelül ezt hogy képzeljük el? Tehát mondjuk vannak, mondom, országos bajnokságok, ilyen-olyan kupák, stb. Nyilván van egy általános felkészültség a versenyzőnek, amit egész évben egy bizonyos szinten tart, és akkor mondjuk ki kell magát élesítenie évente kétszer-háromszor, ahol a csúcs teljesítményt kell hoznia. Ezt hogy képzeljük el, hogy mondjuk mennyi energia, úgy értem, hogy időbefektetést igényel a sportoló részéről? Jó a kérdés. A magam nevébe tudok beszélni, tehát az én felkészülésemmel. Ez úgy néz ki, hogy egy alapozási időszakban egy 6-7 edzés van egy héten, az utolsó két hónapos felkészülési ciklusban, amikor már ugye úgymond ez a versenyélesítés van, akkor egy 8-9 edzés van per hét. Gyakorlatilag ez így néz ki, de ez megegyezik, mint egy átlag sportoló, nem egy átlag, hanem egy komoly sportolóval, mert volt szerencsém 5 évig a Koloncs kajaktelepen készülni, és ott olimpia bajnokok, meg az egész válogatott lent volt, és tapasztaltam, hogy milyen munkát végeznek el. Ahhoz képest ez eltörpő, tehát azért a kontextusba kell helyezni, hogy ez nagyon-nagyon sok, hát mihez képest sok, az ahhoz képest az ez nagyon elenyésző. Egy civil számra nyilván, mint én, 50 évesen, ez brutál sok, feleslegesen sok, de én ezt szeretem csinálni, de egy top versenyző az ott kezdődik a kajak olimpikon, Botka Sándor, ők is ott edzettek, az a szint. Na, ahhoz képest én keveset edzek. Azért mondom, ezt is helyezzük így, mert ne az lenne, hogy ez itt nagyon-nagyon rengeteg. Hozzám képest ez így már így jó. Gyakorlatilag így néz ki. Minden egész évben egy magas szint, közepesnél picit magasabb szintet kell tartani, egy előálló képességben mindenképpen. Én ezt elkövettem, mint versenyző, hogy ilyen állandóan harckészültségben voltam, ilyen full kretténbe, mert a Covid előtt azt mondja, 18-ban volt kint a VB Szerbiába, Újvidéken, én ott profiba negyedik lettem, hogy ez a profit az azt jelenti, hogy 2-32 kilóval, meg 1-32 kilóval kell snatchelni. Az akkor voltam 45-46 éves, az ugye elég kellemes volt, és ott, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt,
hogy úgy, mint a visszakanyarodva, amit mondtál, hogy a harcművészetek, itt is ennél a szövetségnél van egy úgymond ilyen rangtáblázat. Nevezzük ezt mondjuk ővtáblázatnak, vagy ővizsgáknak, ővizsgáknak. Egy ilyen minősítő táblázat gyakorlatilag. Igen. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a mesterfokozatokat azt mindenképpen 32 kilóval kell tudni teljesíteni. De ez nem érdekli, hogy te 45 éves vagy, 25 éves vagy, nem, ha mester akarsz lenni, azt csak 32 kilóval tudod teljesíteni. Szerintem ez teljesen korrekt, és ott mesterjelölt szintet tudtam teljesíteni, úgyhogy 5 pont hiányzik, vagy hiányzott azért, hogy mesterfokozatot érjek el. Magyarországon van kettő olyan versenyző, akinek van mesterfokozata, ami nagyon-nagyon ugyanennél a szervezetnek. Tehát ez a legerősebb szervezet, ez volt a legerősebb szervezet. Na, nem tényleg ki, hogy miért nem él már ez a szervezet, vagy miért csökkent le ez a szervezet, nyilván ez a háborúra való tekintettel csökkent ennek a szervezetnek a súlya, illetve az egész itt kezd összeomlani sajnálatos módon. Tehát két darab versenyző van, akinek van mesterfokozata, és én ezt a készültségi szintet, akkor pont érdekes, hát nem érdekes, de sajnálatos módon beesett a Covid, és az akkori edzőmmel, a Anna Szenkóval, a IFI válogatottnak az edzője Oroszországba, hát elkövettük azt a hibát, de igazából az én hibám volt, mert én akartam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akartam, még annál is jobban akartam, hogy ezt a készültségi szintet magasan, brutál magasan tartottuk, tehát olyan, úgy kezeltük, mint hogyha 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva verseny lenne. Csak ezt nem tudtuk, hogy ez a ciklus, ez most 1 hónap lesz, 2 hónap lesz, 2 év lesz. És ez a 2 éven így magasan tartottam, akkor már 46-48 esen körül lehettem, brutálba tönkrecsesztem a szervezetemet. És most már nem fogom tudni azt még tudom azt a szintet hozni, csak még nagyobb lemondásokkal jár. Tehát ezt a készültséget, ezt még végig el kellett volna engedni, és utána megint felépíteni. Csak ez a bizonytalan légkör, idő, ezt arra szolgált, hogy kevesebbet is dolgoztam, akkor még többet tudok edzeni. Jaj, de jó. És akkor teljesen fúkertényben mondtam a dolgot. És akkor ilyenkor ugye tudjuk, hogy a filmben, akkor nem jön meg az Oscarba. Hát nem is jött meg az Oscarba. Picit az alapgyakorlatokról, vagy a versenygyakorlatokról, mert ugye megint a fitness kettlebellnél néha, és most nem a strong first-ről beszélek, vagy az LKC-ről, ahol mondjuk az alapgyakorlatok száma nem több, mint 6. Igen. Ha legondolsz, de hogy mondjuk egyes fitness irányzatoknál tényleg azt érzem néha, hogy egyfajta kényszeresség van, hogy még találjunk a bel olyan gyakorlatokat, amit egy ember nem csinálna úgy szívesen, de egy pipa, ez is megvolt, tök jó, és akkor 342 gyakorlatunk van kettőbellel, hűha. Szóval a versenyzésnél segíts nekem, hogy melyik gyakorlatok a versenygyakorlatok? Mondom, most akkor a tradicionálisról beszélünk. Tök jó. Van egy hosszú ciklus, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden két súlyra csinálsz, egy clean és egy lökésed van. Amikor a lökésed megvan neked, egy felveszed a mellkasod, és onnan kilököd a súlyt. Lerakod, beengeded a lábad közé, egy clean, egy lökés. Ezt nevezik mondjuk hosszú ciklusnak. Ezt csinálják a férfiak, van egy még egy szám, ez meg a biatlonnak hívják, itt van egy lökés, amikor végig a mellkasodon van a súly, és onnan lököd ki, és csak itt gyakorlatilag a mellkasodon tudod pihentetni meg fenti pozícióba, és ehhez társul még egy gyakorlat, ez meg a snatch, és ez a kettő gyakorlatból adódik össze a te pontszámod. A hosszú ciklusban csak pedig a hosszú ciklust csinálod. A hölgyeknél pedig régen, ott meg csak snatch volt, ők csak snatcheltek. De ugye veszítük, hogy egy kéz cserés, tehát 10 perc, egy kéz cserés van. Nem kell feltétlenül kidolgozni a 10 percet, egyszer cserélhetsz kezét. Ez a tradicionális, most már a hölgyeknél is elmentek abba az irányba, hogy ők is tudjanak dolgozni hosszú ciklusba. Náluk is volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor csak egy súlyra csináltak a 24 kilót, de most már ennél a szervezetnél ott is 2-24-esre csinálják a hosszú ciklust. Az már nagyon erős. Tehát az a full elite kategória. Itt a top versenyzők vannak, a többszörös világbajnokok olyan számokkal, hogy ez valami ember. Ide nagyon-nagyon nehéz beférkőzni. Tehát itt az elejére odaér az ember, az már jó. Tehát mikor az versenyző
bemelegítővel kezet fogni, mert oda néz, hogy jó volt, az már egy erős dicséret. Mikor volt utoljára versenyed? Hát van, talán 2 éve vettem részt egy magyar bajnokságon. Ezóta az IUK-ban volt olyan helyen verseny, ahol én nem tudtam kijutni, vagy nem akartam kimenni, mert ugye ez mind olyan költséges, tehát ez tegyük hozzá, ez nem itt a szövetség fizetése, hanem nekem kell megfinanszírozni. És már nem tudtam úgy, nem tudtam kimenni. Ugye azt ne felejtsük el, ugye, hogy tradicionálisan a gírja vagy gírvoj, ugye sport a neve, tehát gírjának hívják ezt az oroszok. Egy összefoglaló szó, tehát minden sport, minden ilyen súlyzós része ezt a gire volt használják, hogy írják. És a helyzet az, hogy ezt jellemzően mi úgy ismerjük, ahol a versenysport van, ahol a versenygírja, akkor nevezzük így, mert sokszor a köznyelv így nevezi, aki ezt Ne legyen ismeri. egy. És a kérdésem az az, hogy azt a fajta monotonitást, hiszen látunk egy olyat is, ahol megjelennek akrobatikus gyakorlatok. Igen, És nagyon sokszor bajnokok. versenyzőknél látjuk egyébként, hogy csinálnak ilyeneket. Ezt ti mennyire használjátok? Ugye mi csak elmondom a laikusok kedvéért, hogy amikor azért relatíven nagy súlyokról beszélünk, tehát itt a 16-tól felfelé, és a súlyt nem úgy mozgatják, mint a versenyen, hanem dobálják hát mögött egyebek, tehát egészen elképesztően látványos, amit művelnek, szinte cirkuszi látványosság néha, hogy ezeket ti alkalmazzátok-e, hogy mondjuk megtörítek a monotonitást, mert ezt nagyon sokszor látjuk több helyen. Egyáltalán nem? Oké. Okay. Nem értek hozzá, van Magyarországon a Csirke Csaba ez neki a specialitása, ő foglalkozik ezzel. Valami az nem értek, ha valaki szeretné ezt elsajátítani, akkor mindig a Csabához irányítom. Tehát mi csak a tradicionális részét, a kemény részét képviseljük. Bocsánat, az előbb elfelejtettem mondani, hogy a versenyzés jutott eszembe, csak nem szeretek annyit beszélni magamról. Létrehoztunk itt a barátommal, Mikus Gáborral egy versenysorozatot, ez a Military Snatch 12. Ez úgy néz ki, hogy itt csak snatchelned kell, 12 percen keresztül, itt viszont korlátlan a kézcsere, és egy kritérium, hát nyilván több kritérium, hogy a szabályosan kell végrehajtani, gyakorlatilag ez evidens, és egy kritériumnak kell még pluszban megfelelni, hogy 12 perc en keresztül csinálnod kell, mert ha utolsó 5 másodpercben lerakod a súlyt, akkor az érvénytelen ismétlésnek fogsz, illetve érvénytelen versenyszámot fog maga után vonni. Ez kint Oroszországban egy nagyon elterjedt versenyzési rendszer. Általában ezt a katonák csinálják, nyilván a nevéből adódóan is. Ott kint gyakorlóba csinálják, mi nem gyakorlóba hajtjuk ezt végre. Ez azért speciálisabb, mivel nem kíván akkora technikai igényt, mert többször cserélhetsz kezet, viszont 20%-kal nagyobb a volumen, és az ismétlés számunk is kb. 20-30%-kal nagyobb. Tehát sokkal megterhelőbb, de mivel hogyha nem kell ráspecializálódni, mert nem azon, hogy csak egyszer cserélhetsz kezet, bármilyen cserélhetsz, általában 1 percenként szoktak kezet cserélni, és ezen a versenyen indultam. Itt is mi létrehoztunk egy ilyen rangtáblázatot, ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt minden országnak kell lenni egy ilyen rangtáblázatának, azért, hogy a versenyzők azok be tudják pozícionálni magukat, illetve egy ilyen fejlődési ciklust tudjuk nekik felépíteni. Főleg egy olyan résznél, mint ez az oroszoknál azért is van elterjedve, hogy egy az súlycsoportban nagyon-nagyon-nagyon sokan indulnak, és nyilván nem lehet a három dobogósnak kívül nem lehet 16 darab dobogós, és azért, hogyha te hiába, mint a visszakanyarod a végén, én negyedik lettem, de egy mastersport jelöltet tudtam csinálni. Ez egy nagyon jó, és ezért találták ki, hogy folyamatosan tudjanak fejlődni, és a fejlődéseket tudják követni az emberek. Ezért van ez a rangtáblázat. Ezt mi is, hát nem átvettük, mert nyilván nem tudtuk átvenni, hanem minden országnak a saját versenyzője, ez is egy nagyon-nagyon fontos, saját versenyzőhez képest kell ezt a verseny, vagy ezt a rangtáblázatot beállítani és kitalálni. Nálunk van egy ilyen rangtáblázat, az azt jelenti, hogy ha elvégezted, illetve sikerült rangot szerezned,
akkor egy hónapod a felterül nálad, és az örökre ott marad. Nyilván az előbb te magad mondtad, hogy a versenysport úgy általában nem az egészségről szól, hát ezt tudjuk. Mik azok a tipikus sérülések, amiket te úgy láttál? Ez csak azért elmondva, nem rettentve az embereket ettől, csak hogy érdemes lehet erre figyelni, hogy ezek jöhetnek, ha csak el nem kerülöd mondjuk okos edzőválasztással, meg egyebekkel. Akkor ezt is ketté kell választanom, ezt a kérdésedet. Ha egy bizonyos szint fölött fogod csinálni, akkor óhatatlanul jönnek a sérülések, degeneratív elváltozások. Itt a kezemen van, most nem mutatom meg, egy ilyen nagy pumpszli, egy a súlytóra, hogy hozzáér. Hát fáj mindened, na, szóval ezt nem tudom szerintem mondani. Nyilván a 50-ösen nem kellene 32 kilóval edzeni. Általánosságban válaszolva, ami tipikus probléma szokott lenni, hímhüvelygyulladás, a könyökbe, a derék problémák, nem megfelelő törzserő, illetve mobilitás hiánya, a válba is nagyon-nagyon mobilnak kell lenni, ugyanakkor stabilnak is kellene válni, azért a vál az nagyon-nagyon problémás terület. Általában ez szokott lenni a probléma, illetve ami nagyon-nagyon nagy probléma szokott lenni, nem jó edzőválasztásnál, nyilván az alaptechnika rosszul elsajátítása, illetve a súlyok erőltetése. Az nagyon-nagyon észre veszem itt a hazai mezőnyben is, hogy nagyon-nagyon erőltetik a súlyt. És van egy nagyon egyszerűen ökölszabály nálunk, hogy amilyen súlyjal dolgozol, ugye legyen 16 kilót, azzal tudom szemléltetni. Ha 16 kilóval nem tudsz snatchelni nekem 200 darabot, akkor addig nem válthatsz még 20 kilóra. De addig még az a súly, a 16 kiló, az még neked tanít. Ha már tudsz 200 darabot 10 perc alatt, akkor jó, akkor 24. Ha az is tudsz, akkor 24. Ha ezt a rendszert betartod, akkor minimalizáljuk a sérülések lehetőségét. Sokkal-sokkal jobban le tudjuk csökkenteni. Azt néha látjuk versenyeken, hogy nyilván hiszen ott valóban fúra járatja magát az ember, és ott megtörténik az, hogy mondjuk a tenyeréről némi bőr lejön, de hogy ezt én nagyon sokszor azt látom, hogy bizonyos területeken ezt egyfajta ilyen bátorság próbaként mutatják be a versenyzők, már mosolyog, tudod, hogy mire fogok rákérdezni, miközben én azt látom, hogy a profiknál ilyen nem nagyon történik. Tehát nem emlékszem olyan profira, aki ilyen képeket posztolt volna valaha, hogy nézd a kezem, le van darálva a tenyerem. Hogy ez jellemzően technikai probléma-e szerinted? Vagy hogy mi okozza ezt nagyon sokszor? Mentális probléma, hogyha neked lejön a keze, a top versenyzőnek is lejön, csak hogy nem mutogatja. Ez ezzel jár, ez egy harc. Ott te harcolsz. Te harcolni mész oda, ezek a sebek. Tehát nem azért megyek oda, hogy szerezek sebet, és meg tudjam neked mutatni. Ez egy harc. Egy szint, mondom, egy szint fölöttről beszélünk. A szint alatt meg azért mész oda, hogy te tudjál szerepelni, tudjál magad sajnáltatni. Arra tökéletes, hogy legyen a fölött. Nyilván ez a technikai hiányosság, nyilván ez a technikai hiányosság, meg a nem edzettség. Ha jól emlékszem, most mondanék egy példát. Régen, amikor pont a te képzésed volt, akkor volt egy ilyen, hogy tartottál egy ilyen, hát a versenyzőknek, a klienseknek egy ilyen felkészítő részt, hogy megnézed, hogy ki hogy dolgozik. Ez nagyon jó ötlet volt, és volt egy fiatalember, és elkezdett snatchelni. És a második darab nem majdnem elbedobott téged, csak szerencsére túl messze álltál attól. De már akkor lejött róla a kezéről a bőr. Én azt nem is értettem, hogy hogy tud lejönni a kezéről a bőr. Tehát ha nem készülsz fel, nincs mögötted munka, akkor ez történik veled. Ha munkát raksz mögé, akkor ezek a problémák, ezek meg az edzésen fognak jelentkezni, nem a versenyen. Ez nagyon fontos. Csak az emberek, tehát erre, hogy mondjam szépen, ugye mondtam, hogy nem próbáltam is nem beszélni, hogy mindenképpen meg kell banyakolni, csak nem mindegy, hogy az edzésen banyakolsz meg, vagy a versenyen banyakolsz meg. Mindenképpen a banyakolásnak meg kell lennie. Nem mindegy, hogy az edzésen, vagy a versenyen fogsz. És hát még valami, hogyha az edzés, tehát hogy a versenyen, mert ott ugye azt mondhatjuk, hogy végmunka van, tehát ott azt, munkszik a pénz,
Ha ott lejön, ott az ember az adrenalintól, a versenytől nem is érzett gyakorlatilag közben, vagy utána nyilván úgy, hogy fáj mindenkinek. Igen, de ugyanez, hogy tehát nekem mindig az volt a gondom ezzel, hogyha mondjuk ez ugyanaz edzésen történik, hogy gyakorlatilag napokra kiesek a valós edzés munkából. Tehát, hogy azt én toltam el, mert vagy a technikám, vagy a volumen volt, vagy a súlyválasztás, az valamit elrontottam, de ez mind én voltam. Tehát, hogy gyakorlatilag nem tudom másra fogni, ez az én marhaságom volt. Abszolút, És abszolút. utána én vagyok az, aki napokig szívhat, mert hogyha valóban szeretem csinálni azt, amit csinálok, akkor magamat büntetem azzal, hogy napokig nem tudom csinálni, mert rám tudok ráfogni egy súlyra gyakorlatilag, anélkül, hogy visítanék. Szóval, hogy itt jön elő megint a technika, meg az ego, nem? Nem egészen, mert van egy darabszám, amit tolerál a kezed, a bőröd, és ha a fölött dolgozol, akkor automatikusan lejön. Én Mindenki. azért mondtam, van egy volumen, ami, ahol lejön a technika. Igen, de ez jellemzően, hát amikor úgymond kezdő koromba, akkor nekem ez általános volt, ugye, hogy a akarásod nagyobb volt, mint a technika, főleg azért, hogy nem nagyon tanították ezt nekem, hanem ezt ilyen autodidakta módon próbáltuk elsajátítani. Hogy mindjárt erre kitérnék, hogy ez mi változtatta ezt meg. És akkor volt az, hogy ha nyáron edzettem, nagyon-nagyon melegbe, nagy volumenbe, akkor mindig le kellett, hogy nem le kellett, lejött a bőr a kezemből. De nyilván én azt nem elfelejtettem kiposztolni, hogy uha, most mi történt, hanem ott a konstatálták a kajakosok, hogy az egész jó, pedig már tiszta bőr, az oldala tiszta bőr. Ja, mutat, ja, hol, ja ott azért jött le a bőröm, nem baj. Na igen, tehát ennyi. Az az én harcom, senkinek semmi köze az, hogy ezt én csináltam. Na visszakanyarodva, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy azt, hogy itt a Magyarországon ez elterjedjen, az meg körülbelül egy 8-10 év lehetett, szerintem már 10 év, az idővel mindig hadilában állok, körülbelül mint legyen 10 év, az meg a Barcsik Lászlónak a nevéhez fűződik, mert ő hozta be ide Magyarországra, nem a sportot, mert már akkor mindenki elkezdte így underground-on csinálni, itt a pincében próbáltuk a sötétből, hogy nem valaki meglássa, hogy akkor, hogy miket bohóckodunk, abszolút vakon volt mindenki, legalábbis mi mindenképpen, és ő volt az, aki be tudott hozni orosz edzőket, és ott már az alapokat azt már elkezdtük kapizsgálni, hogy mit kellene, meg mit, hogy kellene csinálni. Tehát az ő nevéhez fűződik, hogy meg pedig már Denisov volt, meg egy csomó nagy nevet. Azért fontos, hogy utána már nyilván a kristályosodott jobban a technika, akkor már kevésbé jött le a bőr, de mai napig, ha többet edzek, nyáron le kell, nem le kell jönni, én annyit edzek, hogy nekem legyen a bőr. Mi a következő, amire készülsz? Vagy most innen hova? Mert ugye mondod, hogy a Tor Gym-mel dolgoztok, ugye? Tehát benne vagytok ebben a hálózatban, ami szerintem egy tök jó irány, mert az egy nagyon, szakmailag nagyon erős csapat. Most nem a reklám helye? Nem, hát ez jóban vagyok velük, tehát nekem Tudom. én bármelyik edzőtermet, ahol jó szakmai munka folyik, azt a legszívesebben reklámozom már, és ezt, mert van több ilyen, ők is ilyenek. Tehát azt gondolom, hogy tök jó náluk a szakmai munka, de hogy innen mi a következő? Tehát inkább a versenyirányt erősíted most, vagy akkor több, jobban fókuszálsz még az átlag emberre, aki úgy általában fittebb akar lenni? Megnéztem, ezt én párhuzamosan csinálom. Párhuzamosan csinálom. Tehát, szeretek nagyon a úgymond civil emberekkel, az átlag emberekkel, legyen inkább átlagember, átlag emberekkel is foglalkozni, és szeretek versenyzőkkel is foglalkozni. A versenyzők nagyon-nagyon kevés, tehát nálunk a versenyzők száma talán ilyen 6-8 fő, ami elég szűk. A bázis az, ami nyilván sokkal több. Mind a kettő részével szeretek foglalkozni. Hát a következő célok számomra van egy cél, amit nagyon-nagyon szeretnék elérni. Nem szeretném ezt elmondani. Nem beszélünk kell róla, amit csinálni. Van egy cél, ami nagyon-nagyon közel van már, amit szeretnék elérni, és akkor az aktív versenyzést be szeretném szüntetni, mert ahogy említettem, a 32 kiló az nem az egészségemről szól, hanem inkább intercomból. És akkor most egy darabig szünetetem, kis regenerálódási időszakot kell nekem hagynom, mert túlságosan túltoltam. Azt megcsinálom, és akkor utána ugye van ez a versenysorozatunk, amit szeretnék továbbvinni, illetve Magyarországon azért van jó pár olyan edző,
akik hasonlóképpen gondolkoznak, és ezt a tradicionális versenysportot szeretnék továbbvinni, illetve erősíteni. És azt szeretnénk elérni azáltal, hogy ez a, hát én úgy gondolom, egy picit méltatlanul alá pozícionált versenysportrész, egy vívősport, kellő helyére kerüljön. Most nem tartózkodik ott azon a részen, ahol szerintem kellene, de jogosan, tehát abszolút jogosan nem tartózkodik ott azon a helyen. És én ezen dolgozok, meg szerencsére jó pár kollégám, hogy ez oda kerüljön, ahova szerintünk való. Ez a következő terv, ez a saját versenyzünk, meg illetve nyilván ez a közös tervezés, hogy jobb legyen a magyar sport. Hát akkor valószínűleg mi legközelebb, mert már volt arról szó, hogy majd valamikor találkozunk, legközelebb valamelyik versenyen fogunk összefutni. Ja, arról is volt szó, bocsánat, hogy te is indulni fogsz. Ez így van. Ez így van. Csak ahhoz az kell, hogy az embernek mondjuk rendben legyen néha a nyaka meg a könyöke. De hát igen, nyilván. Ez már ilyen 50 pluszos, tehát ezt folytathatjuk így, hogy kinek te van. És B-oldalas vagy, én is B-oldalas. És egyebek, de igen, tehát hogy erről valóban beszéltünk. Én szeretnék neked akkor sok sikert kívánni ez a munkához, meg mi majd azért még nyilván beszélgetünk egymással a verseny okán. Még valamit kiegészíthetném? Persze, persze. Jó. Miatt elkezdenem a kiegészítést. Rendhagyó módon én szeretnék tőled kérdezni. Egy kérdésem lesz. Okay. Egyik, mi a kedvenc kettlebell gyakorlatod? A másik, mi a kedvenc három filmet? Most én elkezdem. Jó, igen, most pillanat, nyugodtan gondold végig, ezt mindenkitől meg szoktam kérdezni, és ez nekem nagyon fontos. És most akkor lehet akkor még egy 3 percben reflektálni itt a sportágról, hogy most sportpart, hova szeretném, ha eljutna, és addig, ha van kedved, akkor majd utána válaszolj vicces erre a feltett két kérdésemre. Ugye 2018-ban, amikor volt, minden évben van magyar bajnokság nyilván. 2018-ban az a magyar bajnokságon, akkor szerencsére, akkor csak ez a tradicionális versenyszámok voltak, és ebben a versenyszámokban ilyen 60-80 versenyző volt. Akkor a most, tehát akkor egy elég komoly gárda is volt, és elég jó darab számokat tudtak teljesíteni az emberek. Most így az idő elteltével, tehát 2018-ról beszélünk, és most ugye 24, 24 eljutottunk oda, hogy a mostani magyar bajnokságról beszélünk. A mostani magyar bajnokságon ebben a tradicionális részben hiszem 3 vagy 4 versenyző volt. Hát az eredmények azért hajtak mindig kívánni valók maguk után, és ami talán ennél rosszabb, hogy ifi versenyző 3 darab volt. És ugye minden sportágban az egyik legfontosabb dolog, az utánpótlás nevelés, azért, hogy majd a következő generáció tudja. Nyilván én 50 évesen nem tudom már megváltani a világot. Az, hogy a következő generációnak azt a tudást, amit én átadtam, a legjobbat, hogy én azt szeretném, hogy ő többet tudjon mit csinálni. Tehát nekem vannak olyan tanítványom, nekem az a célom, én akkor lennék a legboldogabb, hogy azok a tanítványok, akik most tanítványok, most sokkal kevesebbet csinálnak, ők többet tudjanak nálam csinálni. Ez nekem egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ezért fáj igazából, hogy a mostani rész, tehát hogy nem is az, hogy stagnáns, hanem talán egy picit visszafejlődés. És én azt szeretném, hogy ez így folyamatosan legyen ez a fejlődés. És legyen olyan Magyarországon is egy olyan versenyzők, akire azt lehet, hogy én olyan szeretnék lenni, mondjuk, mint nem mondok direkt neveket, olyan szeretnék, mint ő. És én annyit szeretnék csinálni, mint ő. De pillanatnyilag nem nagyon vannak ilyen versenyzők is. Talán ez lenne a legfontosabb, hogy olyan példaképeket tudjunk állítani a felnövekvő generációnak, hogy ők olyanok akarjanak lenni, mint azok a versenyzők. Vagy most visszakanyarodom magamra, akkor vagy olyan példaképre szeretnék lenni, hiteles példakép, aki azt mondják, hogy akkor olyan szeretnék, mint a Feri bácsi. Köszönöm. Első kérdés, kedvenc gyakorlatot. Nincsen kedvenc gyakorlatom, tehát ha választanom kell a török felállás és a szükséget, akkor inkább lőjetek le, érted? Tehát, hogy akkor vessetek véget az életemnek, mert mind a kettőnek megvan a szépsége. Igen, én se tudnék ilyet mondani. Most mielőtt ide jöttem, előtte éppen kettőben swinget csináltam 32 kilóval, tehát az egykaros verziót, mert egyszerűen ez volt bennem, hogy most ez van kedvem. Tehát én jellemzően a belt inkább a kedv szerint csinálom, bevallom őszintén. Ez egy fontos dolog, ez egy fontos.
Tehát nincs egy ilyen szabott edzést tervem, hanem egyszerűen odaállok, és amikor van kedvem, akkor valamennyit csinálok, és hogyha azt érzem, hogy abból kevesebb megy, mint amennyit én elfogadok magamtól, akkor a következő pár hétben ráfekszem. Tehát ez körülbelül így néz ki. A három film az volt? Igen, az nagyon érdekel. Hát én jellemzően angolul szoktam nézni a filmeket, ugye HBO-nál lehúztam jó pár évet, úgyhogy muszájból körülbelül, hát nem tudom, sok ezer filmet néztem meg, de mondjuk, hogyha kellene választanom, a szubjektív nyilván, akkor van a When Harry Met Sally, nem tudom, mi a magyar címe, tehát ez fogalom nincsen. Denzelnek ugye van az Equalizer című. Megkönnyíteni a helyzetemet, ha magyarul mondanád. Hát tudnám, hogy most még magyar címe, az tök jó lenne, de ugye a Denzelnek ugye a Védelmező volt, ha jól emlékszem, talán. Tehát Nekem az. is azt hiszem, hogy régebbi filmeket mondasz. Hát most nyilván akkor, tehát olyan Hippolyta Lakály is lehet, persze, de Elfogadom, elfogadom. egyébként Ez a harmadik, ez a gyerekkoromban harmadik. az nagy kedvencem volt, és vagy 30-szor biztos megnéztem. Aha. Ebből a szempontból igen, persze. Áll, ez nem, nem, ez most, ez még egyet szeretnék kérni. Én nekem például az utolsó királyság, ugye a Last Kingdom, az például nagy kedvenc volt, ugye az egy Netflixes sorozat, ott éppen a címszereplővel dolgoztunk együtt, aztán összebarátkoztunk nagyon vele, Nem és tudom. Igen, ismerem, igen. a Draymond, és akkor vele mondjuk a film azért is egy ilyen kicsit kiemelt volt, de hogyha mondjuk miután a film filmrendező, és ha őt nem említem meg, akkor szerintem mit tudom, megmérgez a hétvégén, tehát neki most jön ki éppen a filmje a napokban, és lesz majd elérhető országosan, és akkor nyilván abban, mivel tevélegesen részt vettem, és látom, mennyi munka volt összerakni egy filmet, vagy csak érzékenem, mert nyilván nem látom. Tehát nyilván az ő filmjei, meg az ő látásmódja, az nagyon közel áll hozzám. Tehát persze, tőle bármi, amit csinál, mert hogy zseniális kis csávó. De most a hallgatók azt fogják hinni, hogy ezt így direkt így vezettük fel. Nem, de jó kérdés. Jó. Oké, köszönöm szépen, megosztottad ezt. Köszönöm. Na, hát akkor maradjunk annyiban, hogy mi még beszélgetünk majd, meg találkozunk, aztán sok szerencsét ezekhez a tervekhez, Köszönöm szépen. amely rendelkezésre álltál. Jó, köszönöm szépen. Hajrá, hajrá. Köszönöm.